Nincs bedugva az egér. Ez a dolog most azért zavart meg egy kicsit, mert minden egyes számítógép ház az általában úgy szokott kinézni, hogy itt elől vannak ilyen USB lukak. És ezen a csávon nincsen. És az így elég kevés. És azért nem tudtam be az egeret, mert azt nem szoktam, mert azt majd bedugom utoljára. De most így láttam, hogy ezen nincsen. Szóval... Érdekes, mi? Szóval elég korán van, december 5-e körül vagyunk, tehát 6-5-6, valami ilyesmi. Vasárnap van, 2020, ugye ez elvileg világos. És hajnali 6 órakor volt itt egy pék, utána jött egy szétszakadt család, akik megpróbálnak egyesülni, és akkor ők vitték el a másik gépet. Úgyhogy egy nap alatt én most két gépet kibírtam osztani, és az tök jó. De utálom, amikor így bug. Ugyanúgy bug most is, ha megfogom, ha nem. Mert nem gyári a hűtője, hanem eleve valami csávó összerakta valamit a valamivel, és azért most van benne valamiféle hűtő, úgyhogy hát valahogy az igényességtől masszív távolságra foglal helyet a videókártyán a hűtő, ami szebben nem tudom mondani. Na szóval arra gondoltam, hogy vannak ilyen hátsó panelba rakható ilyen USB kivezetések. Ezekből kellene beletenni a gépbe egyet, vagy ilyen duplát, vagy legalább egy ilyet, nem? Nem egy nagy varázslat, csak hogy lehessen már beledugni legalább egy USB-t. Igen, szóval valami legyen már. Aztán van ilyen 1396-os, ilyen nagyon-nagyon... persze az arcomat próbálja befogni, most kicsit arrébb megyek. Szóval így néz ki a dugója, ez nem USB, hanem az a 13-39-13, valami 13-asra kezdődő valami, ide. És arra gondoltam, hogy ha nem ezt, hanem valamelyik USB-t, nem tudom, ebből a dobozból kihozzuk a gépből, mert az alaplapon ugyan rajta van, de abban sem vagyok biztos, hogy hol. Hát ilyenkor azért érdemes egy kicsit keresgélni, hogy... Arra gondoltam, itt elől, ahol a kis lemez van, így kilógatom előre az USB-t, és akkor az így vicces. Az a baj, hogy ennek a másik dugója, megint az arcomra figyel, az a másik dugója ilyen több lukú, úgyhogy ez most nekem nem jó. Ugye keresünk egy kicsit egyszerűbbet, hát találok. Az a cél, hogy ide csinálok egy ilyen kivezetést, még nem tudom, hogy, és akkor ott lesz USB valahogy. Nem tudom, hogy ez sajnos nem. Meg vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzem, hogy még rövid is. Úgyhogy annyira nem jó. Most éppen ezt csinálom, hogy elő legyen USB-re. Nem a világ olyan fontosabb dolga. Az egész az a lényeg, hogy ez itt a negyedik gép, amit el lehet vinni, mert eddig 3 volt, ugye már vittek 2-t, akkor 3 marad. És a többi alkatrészből, ami itt volt, észrevettem, hogy van még egy telepített vinyóm, azt gyorsan betettem ebbe a másikba, és akkor ez is egy plusz gép. Az is valami, nem? De ahhoz, hogy ezt összerakjam, nem tudom, ezt valahogy oda kéne tenni, nem tudom. Itt most látok valamit, ami lehet, hogy jó lesz.
hátul itt van egy nyomtatóport, és valahogy én azt látom, hogy a nyomtatóportot pontosan olyan szélesre csinálták, mint kettő USB. Úgyhogy a nyomtatóportba, gondolom, ez nem biztos, lehet, hogy bele tudom tenni a két USB-t, hogy legalább ott kijöjjön a két USB-nek a kábele. Nem? Logikus, nem? Tehát valahogy így. Tök jó, pont beleillik. Nagyon jó. Nem tudom, ez most valahogy pont akkora. Úgyhogy ilyen irányú csalást tudok csinálni, ami... Nem tudom, szerintem tök jó, hogy tudok így csalni. Ez most így jó. Igaz, hogy nem előre, de valahova hátra a plusz USB-ket ki tudom hozni, mert így van benne összesen 4, nem valami sok. Na, mert mindjárt megmutatom, hogy mit hegeztek itten, meg azt is meg fogom mutatni, mert meg kell, hogy minek a helyére raktam micsodát. Marha érdekes. Mert ugye ez marhára nem ide való, és aki ránéz, egyből tudja, hogy nem ide való. De mivel pont ez a méret, valamiért ez szabvány, ezt nem értem. Mivel ez szabvány, ezért érdekes módon pontosan illeszkedik. Tehát, hogy pont jó. Ezt mondjuk nem értem, de hát ha egyszer működik, nem? Vagy ez a hang. Most az a rész jön, most ezt ide fölraktam, tök jó. Most az a rész jön, hogy meg kell kerülnem a videópanelt, ugye? És úgy kell bedugnom, hogy szépen a helyére. Mert az alaplapgyártó viccet űzött abból, hogy mit hova tegyen. Ez még mind semmi, természetesen az USB-t ki is kell próbálni, és hát egy egér, ugye? Pontosan jó lett a feladatla. Bedugjuk az egeret, mutatom még egyszer, egy ilyen USB-be, aminek ilyen vége van, és az most be van kötve a komputerbe. Ha! Nem értem, valahogy működik. Mindjárt meglátjátok, hogy mi a probléma ezzel. Kicsit igénytelenül néz ki, ami magyarázható azzal, hogy a pontosan odavaló alkatrész az nagyon itt. Nincsen. De a pontosan odavaló alkatrész hiánya kis furfanggal, illetve hát az áthelyettesítem B-vel módszerrel ismételten megoldható. Na megmutatom, jó? Ezt tevileg látjátok. Persze ki kell titeket venni, nem? Na, hogy néz ki? Van egy kis keresztbe kötés itt ebbe a dologba. Nem tudtam előre kihozni, mert itt elől nincsen lúk, ilyen szabad hely, ami direkt ezért kéne legyen kialakítva, az úgy nincsen. És az USB csatlakozás is bent van bőven a videokártya alatt, és ott csatlakozik az alaplapba, ahol az a létező leglehetetlenebb helyen van, és ezért képződött ez a ferde, kevésbé igényes, a rendes szakszerűséget egy minimális zárójába tevő megoldás. Viszont van egy plusz druk az egészben, hogy az igaz, hogy keresztbe van kötve, de mind a két USB be van kötve ide. Itt lett volna egyébként a régi szalagos port, itt lett volna a nyomtató port, itt a kommunikációs port. Tehát minden egyes ilyen luknak meg lett volna elvileg a saját feladata, de mivel a csavartávolságok pontosan megegyeznek valami miatt szabvány, ezért ezt a srácot ide pontosan be tudtam tenni, és így 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB-re bővült a nevetséges 4 USB-s számítógép. Próbáltam én nézni egyébként a többi kimenetet, csak azokkal az a bajom, hogy ez a számítógépház ezeket a kimeneteket a nagyon nem veszi komolyan. És tennél szebben nem tudom mondani, hogy igénytelen. Na. Úgyhogy ez kicsit ilyen ganyi. Van itt nekem olyanom, csak közben keresek itt a dobozba,
Van itt nekem ilyen. Ó, ez az. Na. Rá gurultam valamire, biztos egy Rolls Royce. Na ez a mikrofon, gondolom, és a másik a fejhallgató. És ez a kettő kijön ide. Ez a felső, ez két darab USB, ezt elvileg látjátok, és ez a két darab USB, ez meg kijön ide. Valamilyen idétlen csávó ezt ki is találta, hogy ez. Nézzem már ki különbözően, hogy ne lehessen az alaplapba bedugni a hangszórót, a mikrofont az USB helyére is ugye fordítva. Nem egy bonyolult dolog. A két dugónak az elrendezése, nem tudom mennyire látjátok, a két dugónak az elrendezése egy hangyányit változik, ugye, ebből látjátok, gondolom. És az alaplapba nem lehet bedugni csak az USB-t az USB-be, a hangot a hangba. Nem ez a bajom. Hanem, hogyha van hang, kimenet az alaplapon, azt nem tudom kihozni a számítógép háznak az elején, mert ott nincsen kivezetés, tehát ilyet kéne belerakni a számítógép elejébe, hogy bele sem dugni a fejhallgatót, hangszórót, mindegy. És az USB-t. De itt ezen nincs ilyen. Tehát ilyenkor hova viszed azt a hangot, ami előre kéne menni? Hát be se lehet dugni, vagy nincs hova. Úgyhogy ez annyira nem vicces. Viszont valamilyen furcsa okból ez működik, úgyhogy de jó. Amiről beszélünk egyébként, a saját korában egy egészen modern alaplapnak számított, ez egy SG72-es Abit, ami hát így régebben is a tuningosoknak, illetve a kicsit megszállottabbaknak volt a minőségi alaplapja. Tehát aki LAN-partira járt, meg kicsit odafigyelt a saját számítógépére, és nem bánta a fölösleges pénzek kidobálását ebbe az irányba, az főleg Abitot vásárolt, mint alaplap típus, és utána jöttek az MSI, illetve a Gigabyte alaplapok régebben, de mára-mára az Abit alaplap az megszűnt, mert ezért-azért, mindegy, ha van kedvetek, akkor utána néztek, talán nem olyan fontos. Nem megy az egér. Nem fogjátok kitalálni, hogy miért. Itt az előbb húztam ki. Ajajajajaj. Úgyhogy ezt a nem működő egeret működővé varázsoljuk. Nem akarom ám lelőni a poént, de általában egy számítógép szerelő így dolgozik. Bejönnek, hogy rossz a számítógép. Ő megtalálja a hibát. Relatív gyorsan orvosolja, és nem tesz semmit, 10 000 lesz, és a felhasználó természetesen kifizeti a 10 000 forintot. Mi az nekem 10 000 forint, nem egy nagy pénz? És igen, szakembert látott a számítógép. És az esetek 95%-ában azokat a nevetségesen könnyű jellegű problémákat, amik a felhasználók idéznek elő saját maguk, ezeket a problémákat szó szerint a felhasználók is képesek lennének elhárítani, hogyha a legkisebb fáradtságot ebbe az ügybe elindítanák. Tehát kis ujjmozdítás, meg gyűrűlés is a kézről, meg megmozdulás, meg ilyenek. Az egész számítógépes szakma, a szerelők abból élnek, hogy a felhasználók lusták. Ha arra nem lennének lusták, hogy bedugják a saját egerüket, mert nem megy az egér, akkor nem kéne kifizetni a 10 000 forintos szervizköltséget. Ja, és persze még elmész a szervizig, meg úti költség, meg... Na, szóval elég gáz a helyzet. Az viszont jó, hogy most ki tudtam osztani 2 gépet egy nap alatt, ami valami furcsaság, nem tudom. Előtte meg hónapokig nem jöttek, úgyhogy nem tudom, hogy mi történhetett. Van egy ingyenes csoport a Facebookon, ja nem, van egy csomó. De van egy ingyenes Facebook csoport, ahol valahogy ezek jobban mennek, én nem tudom. De ez nem az a csoport, hogy ingyen műszaki, meg ingyen adom műszaki, meg ingyen vihető műszaki, meg ezek, de nem ezek. Ezekben nem kell senkinek a számítógép. Ezt mondjuk, de én hülye vagyok, én ezt nem értem. És van egy olyan csoport, hogy ingyen elvihető, vagy valami hasonló. És vagy 15-20 000 tagja van, nem tudom, sok. Nem tudom.
És mikor éppen kilátja meg az oda kitett ingyen számítógépet el lehet vinni hirdetést, annak függvényében történik a reagálás. Tehát, hogy ez ilyen furcsa. Na jó, szóval itt van a negyedik gép. Mindig le kell néznem, most ne legyetek ilyenek. Le kell néznem, mert 1, 2, 3, 4. Plusz van ez a gyorsabbnak mondott. Hogy szokták ezt mondani társkereső oldalakon? Mások által gyorsnak mondott számítógép. Ez jó lesz. Szóval mások által gyorsnak mondott számítógép, ami a idegörlően, idegesítően sosem indul, és a néha elindul között vacilál valahol. A stabilitástól olyan messze áll, mint a... Hú, most majdnem valami csúnya példát mondtam, csak közben összemított, ezt nem kéne. Szóval messze van, mint a Magyarország a jó teljesítéstől. És nem a kis ember tehet róla, ugye ne felejtsük el. Mindig a gazdag az, aki éhes, nem a szegény. Na szóval ez a komputer, ez tök jó, up and running, ahogy a francia mondja. És következzen pár teszt, mondjuk... Mi mással, nem? Itt a híres mindtesttel, nem olyan híres, de azért mindteszt. A mindteszt az azért vicces, mert ki tudom próbálni, mekkora látótáv az, amire képes az egész gép, tehát a végeredmény jó-e, vagy nem, nem tudjuk. Kicsit arrébb teszem, itt még úgyis látjátok. Itt az egérpadom, azt láttatok már, micsoda egérpadom van egy kartonpapír. Ja, nem ez. Na, mi van, hány FPS-ek vagyunk? Ti 30 körül picit hangyázik. Igen, hát megy. Hol a hang? Itt van. De hiányérzetem volt a hang. A hang az így néz ki, van benne két jack, három és feles, azt hiszem valami egyesmi neve, és egy ilyen tekercs. Tehát az a lényeg, hogy ezt bedugod a számítógépbe, ezt meg bedugod a... ebben az esetben a monitorba, így, és átviszi a hangot. Arra jó, mi? Ez általában egyébként azoknak fog kelleni, illetve azoknak szokott kelleni, aki lusták arra, hogy fölvegyék a fejhallgatót, pedig az is van. Be kell dugni. Ha nem dugod be a hangot, akkor nem lesz hang, nem? Tisztelt minden is. És ha bedugtuk a hangot, összekötöttük a kijelzővel, elvileg kéne legyen hang, persze nincs, amit nem értek, mindegy. El van némítva. Így aztán várhatom, hogy legyen hang. Jó, hát visszakapcsoljuk a hangot, így elvileg már nem lesz a hiba. Mikrofont is be kell állítani, az marha fontos, igen. De várjál? Nem. Marha kényelmes az egész egyébként, mert nem kell lejönnöm ide a gépet szerelni, meg összeállítani, meg mit tudom én, próbálgatni őket, mert nem jön ember. Amíg egyetlen család nem jön, hogy a gépet elvigye, addig minek jöjjek ide, nem? Tiszta hülyeség. Hogy belehúzott, mi? Igazi gyors gép. Ez annak a hangja, hogy megyünk a homokon. Kicsit átmegyünk ilyen zöldebb területekre is, jó? Nem politikai jelleggel a homokosról a zöldekre, érted, hanem természetrajzilag. Így már sokkal jobb, amikor mész a zöldön. Kiveszel egy sarat, vagy mit tudom, mondjuk egy homokot, és ráteszed a sárkát. Tök jó. Na jó. Hány a fősemény?
Határeset. A számítógép most azt mutatta meg, hogy ilyen 26-27 körül megy, ami mondjuk így határeset. Nem egy nagy dolog, határeset, de el lehet fogadni. Úgyhogy még egy gép kész van, nem egy nagy valami. Itt van a oldala. Annyira igénytelen ez a számítógép ház, mutatnám az oldalát. Ilyen. Ja. Ezek a lukak, amik itt vannak benne, elvég látjátok a fejemet itt mögötte, egész egyszerűséggel semmiféle levegő mozgását nem teszik lehetővé, mint egy fal. A magára valamit is adó számítógépház gyártók, van ilyen, igen, van. Vannak minőségi szuper számítógépházak. Ezt a lemezt, ami itt van, nem úgy képzelik el, hogy egy nagy fal, hanem beleterveznek egy kör alakú lukat. És a kör alakú lukba bele lehet tenni mondjuk egy ventilátort, ami a kinti minden esetben hidegebb levegőt bejuttatja belőle, ami mondjuk nagyon sokat segít a processzor, illetve a videokártya hűtésnél. A profibak a következő módon megcsinálják, ráteszik a számítógépház oldalát, bejelölik, hogy hol kell kivágni, azt elmennek, azt kivágják saját maguknak. Először, amikor ránézel, olyan igénytelennek tűnik. De nem. Már pedig ez nem az. Lemodellezem, hogy miért nem. A számítógép ház oldala egy fal, ami nem engedi be a hideget, pedig arra egyébként szükség lenne. Itt egy ventilátor, ez így rajta van. Most így lemodellezem, jó? Most próbáljátok elképzelni, hogy ez rajta van, és itt alatta van a hűtő. És az ellenfelő oldalon itt van pontosan ott a luk, ahol arra szükség van. Mind a négy sarkánál van ilyen csavarozó hely. Ezeket fúróval szépen kivágva, tökéletes hűtés hozható létre. Egy kis odafigyeléssel meg lehet oldani. Még azoknál az eseteknél is, ahol maga a gyártó az, aki ellehetetleníti ezt a feladatot. Mint ebben az esetben is, ugye. Hiába van egy egész tűrhető alaplapunk, normálisnak, kevésbé részegen mondható processzorral, hogyha be van zárva egy vasházba, ahonnan nem tud kijönni a meleg. Ezért van az, hogy a tetejénél a DVD olvasó, vagy néha író fölött mindig van szabadon hagyva egy egész üres hely. Az azért van, hogy a meleg ott valamennyire el tudjon távozni, mert oldalról nem kap hideget, legalább a meleg el tudjon menni. Ezeket a számítógépeket, amikor összeállom, akkor mindig az időtállósága az, ami igazán fontos lenne. És nagyon sok esetben maga a gyártó az, aki ezt nem igazán teszi lehetővé. Van itt baj bőven. Ez hangos egy kicsit. Nem baj. Mi szeretjük a hangos. Nem tudom, szerintem jó. Jó hangos. Jó hangos. Mindegy, működik, ez kész, tehát nem egy nagy poén. Kész. Ez azért tartott egyébként ilyen sokáig, mert közben elmagyaráztam mindent. De egyébként nem tartom ilyen sokáig. Ez most így relatív gyorsan le kéne álljon. Na, és már le is állt, úgyhogy de jó. Az a bajom, hogy most, hogy ezekkel a dolgokkal itt kész vagyok, kezdek kifutni az alkatrészekből. Már megint. És jó lenne, hogyha valaki tudna majd hozni nekem alkatrészt. Olyan alkatrészeket, amikből majd újabb gépeket tudok majd összeállítani, az így jó lenne. Tehát ezt majd később. Egyelőre annak is örülök, hogy már két gépet kiasztottam. Az is valami.
Emlékszem arra, hogy mennyi, de mennyi támadás ért azért, hogy törődszék. Mert én ezeket a gépeket ingyen osztam. Meg mennyien, de mennyien mondták azt, hogy az egésznek, ezt mondjuk ti se tudtátok. Ezt most elmondom. Egyáltalán csak közel gondolok. Az egész számítógép szerelést én azért csinálom, hogy bejuthassak mások lakására. Ez most így a legújabb. És valószínűleg arra gondolt az elkövető, hogy én az aranyra megyek. Arany! Arany! Amikor kiosztasz 100 számítógépet, és utána neked azt mondják, hogy az egész csak egy álca arra, hogy te bejussál mások lakásába, vadidegenek lakásába, az miért kell vadnak lenni, azt nem tudom, mindegy. Mindegy, hogy idegen, az a lényeg. Szóval az egész csak arra megy ki, ez az egész játék, ez a műhely, ez minden, csak arra van, hogy én bejussak mások lakásába, és ott, mert én tudom, hol vannak aranyak, és akkor elvegyem is. Uh-huh. Ja. Nyilván ezért vagyok még mindig itt. Ja, azóta már letiltottak. 3-an, 4-en, mit tudom én, mert... hogy mondtam, nem szellemes, hanem... kitalált hülyeség az egész, hogy ilyen nincsen, és hogy... ez az egész úgy nincs. Az a helyzet, hogy... ezek az emberek olyan szegények, hogy nekik nem a számítógép lenne a legfontosabb, amit nekik meg kéne kapni. Hanem kéne egy kis ész. Aki kiosztott 100 számítógépet, az hidd el, hogy nem az aranyra fog menni. Meg nem azért csinálom ezt az egészet, hogy bejussak más emberek lakására, hogy hú. Nem. Az arany amúgy is egy elég nehéz fém, tehát Bud Spencer is mondta, hogy arannyal nem lehet futni. Hú, ezt most lehet, hogy nem értettétek. Mindegy. Szóval úgy van, hogy amikor valamit úgy gondolod, hogy ez értékes, akkor az neked egy súlyos dolog lesz, és akkor ezzel nem tudsz szárnyalni. Szóval ennek sok értelme van, érdemes azon elgondolkozni. Az öreg is követett el sok-sok hibát, meg mit tudom én, de az egésznek az volt a lényege, hogy ő tanult belőle, és szerintem nekünk is kéne. Tehát azoknak az embereknek, akik ilyeneket kinéznek belőlem, hogy azért tiltanak le Facebookról, mert hogy nincsen olyan, hogy ingyenes számítógép. És ez az egész itt csak azért van. Azért találtam ki ezt az egészet, hogy én be tudjak jutni mások lakásába. Hát, főleg így a koronás időszakban, most jön. Később nézitek ezt a videót, mondjuk a jó pár évvel később, akkor rá fogtok jönni, hogy nem. Egész Európában vannak ilyen ingyen számítógéposztó srácok. Amerikában is van, meg Olaszországban, meg mit tudom én. Ezekkel néha beszélek angol nyelven, mert ez angol, az megy. És én még mindig nem tartok sehol ahhoz képest, amit ők kaptak. A rendőrségi följelentést, a házkutatást, meg mit tudom én. Szóval én még ezeket nem értem meg, hogy megkeresik nálam azt, ami a másiknál eltűnt, és mindezek ellenére nem adták föl, és a mai napig osszák ingyen ezt a szemetet. Azt a szemetet, amit már a Facebookon se lehet eladni. Amikor ezeket a számítógépeket én kitenném a Facebookra, hogy eladó számítógép, őszintén 2000 forint. Ez az Asus mondjuk 500 forint. Ott van egy gigabájtos alaplap, az mondjuk 5000 forint, de az már sok. De az már szerelési költséggel minden. Úgyhogy... annyi sok buta ember van. Nem fogom tudni mindenkinek kiosztani az észt, hiszen nekem se sok van.
Nekem is csak arra van eszem, hogy ezeket a szarokat itt összerakjam, meg néha megtaláljam azt a családot, aki tényleg rászorul, de ez sem mindig jellemző. Most is, ma vasárnap van, tegnapi napon 5 család ígérte, hogy jön, nem, 4. Mi a különbség? Semmi. Mindegy, szóval legalább 4 család ígérte, hogy jönnek, és... Hát semmi nem történt. Mindegyik csak a kifogásokat kereste, és... Ez különösen azoknak nagyon gáz. Az ilyen felkarolóknak. Van egy pár ilyen felkaroló, ezeket nagyon szeretem, mert igazi minta ember az összes. Akár férfi, akár nő, ez most mindegy, minta emberek. A saját életét nem tekint olyan fontosnak, mint a többi családok fejlődését. Van ilyen tényleg? Ezek ilyen felkarolók, ezt most csak én találtam ki ezt a szót, mert biztos van erre egy jobb szó. Szóval főleg szociális beállítottságú és a családokat segítő hozzáállás jellemző rájuk. És van egy pár ilyen felkaroló, akik szerettek volna egy pár családot ide küldeni, hogy legyen nekik gépük, és amikor az a család nem jön el, akit ők szeretnék, hogy eljöjjön, akkor ők sírnak a legjobban, hogy hát miért nem mentek el, hát mondom, én honnan tudjam. Napok óta itt vagyok, ugye a hétvége miatt, mert hétköznap dolgozom, de ezt elvileg tudjátok, és senki nem jött el tegnap. És felkarolóból ketten elsírták magukat a Messengeren, amikor beszéltem velük, hogy tényleg nem jöttek el, még ugyanannyi gépen van, mint pénteken. Szóval ez igaz. Annyit lehet húzni a mai napnak a margójára, hogy 2 gépet kiosztottam. Teljesen ingyen, és a rendőrséget rám külditek a kosarnyomokba. Mert előttem van az olasz nagymester, a román nagymester, az egy elég profi csávó, az amerikai nagymester, és egy csomó olyan emberke van előttem, akik azt már megjárták, amit én nem is akarok. Tehát a házkutatás kezdve minden szart. És látom, hogy hogyan lábaltak ki belőle, hogy a rendőröket eleve úgy küldték be, hogy ami itt van, a műhelybe törjék össze, mert ez nem jogilag tiszta, hogy ingyen adnak szemetet, és az emberek örülnek neki. És eleve úgy jöttek, hogy összetörjenek mindent, és ez szándékos. És ismét a nulláról, és ismét. És az volt az igazán nagy poén az olasz esetben például, ez Rómában történt, hogy beküldték a rendőrséget a... Pedig elmondta a csávon, Polimeri, vagy mi a neve annak? Ott kétféle rendőrség van, van a csendőrség, meg a rendőrség, és akkor oda a csendőrt küldték a ragidiárét, nem tudom én, hogy hívják. Nem fog eszembe jutni, mindegy. Tehát magát nem a rendőrséget küldték, hanem a csendőrséget, annak másik neve van, azt oda küldték, és rommá törték az egész műhelyt. És a csávó, aki ugye vezette a műhelyt, így hozzám hasonlóan, videoblogot vezetett róla, neki volt ilyen kirakott kamerája a sarokba, és össze-vissza verték az embert, tehát nem úgy kicsit, de mivel csendőrök, így a törvény felett állnak, és rommá verték az embert, és másnap reggel a romok között ment az első videoblog, hogy ilyen monoklival a szemén, hogy igen, nem adom fel. Na, úgyhogy azok az emberek túléltek ilyeneket, és nem törnek bele. Nyomják tovább. Akkor én azért adjam föl, mert a magyar arra lusta, hogy a saját gyerekének kijöjjön egy számítógépen. Itt a világ legjobb példája, a saját apám. Nevezzük, mit tudom én, egy férfinél mondjuk, nevezzük Józsinak. Ez ilyen szokásos név, hogy Józsi, nem? Na mindegy, szóval Józsika kitalálta, hogy ő hazaviszi számítógépet, és otthon volt a gyerek, és a gyerek elől a számítógépet elzárva tartotta, vagy amikor éppen számítógépezett, akkor a gyerek nem jöhetett be a szobába. Na, szóval ilyen egy magyar szülő. Nyilván ennek is volt valami behatása arra, hogy én a számítógéppel kezdtem foglalkozni. Nyilván. Na, az egésznek az a lényege, hogy minden országnak megvan a saját problémája, és Magyarországnak is, és Magyarországnak pont ez lesz a legnagyobb problémája, hogy a gyerekért nem jövünk ide a számítógépért. Pedig ingyen van.
arra nem képes, hogy a saját gyerekének, most úgyis jön az e-oktatás, meg mit tudom én, tele van játékkal. És arra nem képes, hogy eljöjjön. Mindjárt itt a karácsony. Mikulás, télapó, Jézuska, húsvéti nyúl, mit tudom én. Vallásosoknak mindig más van. Szóval itt jön mindjárt december közepe, vége, mit tudom én, és nem. Nem jönnek az ingyenes számítógépen. És mindig van egy család, aki éppen úgy van, és éppen jön. És most kettő jött. Tök jó. Elvittek két szemetet. A szemétdombról. Ingyen. És utána hazamentek, és fényképeken mutatták, hogy hogy örülnek neki. Mert hogy megy rajta a Minecrafthoz hasonló mindtest, meg megy rajta ez, és YouTube-oznak, és megy, és de jó. Albérletet fizetnek, meg betegségek vannak, meg gyógyszerszámla, meg mit tudom én. Erre már nincs pénz, hogy számítógép. De ezek jönnek érte, a többi meg nem. Szóval az a helyzet. Közben lassan elkezdek pakolni, mert mit csináljuk, nem? Van 4 gép, úgyse viszik el, mint a négyet. Úgyhogy ennyi volt, köszönjük szépen a részvételt. Mindjárt csinálok egy leltárt, hogy mi az, ami van, mi az, ami nincs. Igen, jól látjátok, ez egy falétra. Ez azért van itt, mert a világítást kellett javítani, azt is ingyen csinálta egy csávó. Na, gyertek szépen! Nem ültétek el a seggeteket? Na, szóval... leltár. Nem tudom, mivel kéne kezdenem. Igen, na kezdjük itt. Hangkártyából rengeteg van, de ezeket soha nem használom. Ezek nem fogynak. Ezek a hálózati kártyák. Itt egy, hogy hívják ezt? Easter egg. Egy kakukk tojás, mert ez egy port kivezető a Dell számítógépekre, úgyhogy ez valahol itt kéne tárolni. Na mindegy, szóval hálózati kártyák, hangkártyák, stb. Abból rengeteg van. Vinyóból van otthon egy pár, amit itt láttok, ez elvileg nem a teljes szett. Ez most két darab satás meghajtó, de főleg idés cuccokkal dolgozunk, abból majd később majd jó jött. Na, DVD olvasóból hát annyi van, hogy rendesen verekedni lehet velük, tehát elképesztő mennyiség. Hűtőből, ezek a processzor hűtők, ebből nagyon sok van. A hűtőhöz tartozó ventilátorokból is van egy jó pár. Elemek, csak lemerült elemek vannak, ezekből nagyon jó lenne, hogyha tudnék majd kapni egy pár elemet. Egyébként alatt egy üres vödör, tehát nincs abba semmi. Igen, jól látjátok, ez egy USB-s telefonáló dolog az öregeknek, ez direkt arra való, hogy föl tudja venni, és akkor halló, mennyi. Processzorból elég sok van, majdnem tele a kis dobozkám. Van kis kártyaolvasóból, bár ebből egy-kettő nem működik, de azt gyorsan ki lehet elíteni. Fűzsír van, hangszóró van, memóriák vannak, videokártyából nagyon-nagyon sok a rossz. Tehát amit hoztok nekem, abból elképesztő mennyiségű az, ami nem működik. Tehát hiába van bekötve, meg ilyenek, föl van púposodva a csip a hátulján, meg nem nagyon megy, ezért ez jutalomból bele is teszem a kérdőjelet a kártyára, így már látom, hogy egy gépben már ez nem működött, és innen alig találok olyat, ami működne. Ez a két nagy dolog sem működik. Ez egy 1900-es, ez meg egy 800-as, azt hiszem, egy jó, igen. Ez egy sima, régi, PCI-osnak nevezhető MX440. Ez egy vésztartalék, amit akkor is tudok használni, amikor nincs egy normális slot a gépben. Ezt például a mai napig nem tudom, hogy mi a repet francért küldtétek. Ez dupla display portos Matrox, ráadásul low profil, tehát csak az alacsony gépekben működik. Ez a többi eszköz sem működik itt hátul, egyedül ez a kék zotak működik, mert hát ez a jéghátán is megéleszt, tudja mindenki, akinek zotakja van. Mi van itt még? Idekábelből rengeteg van, az ide ugye a Winchestereknek az átkötő kábele, ebből rengeteg van, van tápból egy pár, de mondjuk abból se ártani picit, mert
talán ha 7-8 darabon van belőle. Itt vannak még kislemezek, amit így 2020-ban a megkérdőjelezés teljes bástyája vesz körül. Abban sem még biztos egyáltalán létjogosultságuk van. Itt vannak monitor vezetékek, abból is van egy jó pár. És van egy csomó olyan monitor, ami nem működik, mert laptopokba való táp való hozzájuk, de nem ilyen. Hanem látjuk, hogy mindegyikre rá van írva, hogy hány voltos, illetve hány amperes feszültség kellene ahhoz, hogy ezek szépen működjenek. És volt olyan eset, amikor ezt kipróbáltuk, és egészen tűrhetően, mondjuk így elviselhetően mentek. Vannak olyan modellek, amiben még hangszóró is van, stb. De mindegyik külső tápos, tehát saját táppal nem rendelkezik. Számítógép házból egyetlen egy darab van, billentyűs és egeres dobozom, hát mondhatnám, teljesen ki van ürülve, az egeres vödör üres, a billentyűzetből van kettő darabom, ami mondjuk így látott már szebb napokat is, hát igen. Szóval van baj, bőven ez nem egy magyar nyelvű billentyűzet, hanem egy külföldi. Sárfesz, ez van, mit tudom én, talán német, angol, francia, csehszlovák, mit bánom én, nem magyar nyelvű. Vannak fejhallgató, meg mikrofon, meg mit tudom én, vannak ilyen dolgok, ezek ilyen kiegészítő dolgok, ebből is van. És így ennyi. Ja? Ide kicsit hátrébb jövök, hogy lássátok a teljes képet. Hát ez a helyzet. Ez. Van kis tévéből három darab, ezek hibátlanul működnek, csak hát antennával, úgyhogy de jó. Tehát akkor a következő. 1, 2, 3, 4 komplett gép, meg az a vacakázus, ami rohadtul nem akar működni. Úgyhogy 4 komplett gép az, ami vihető. Így nézve azért már nem olyan gáz a helyzet, nem? Na. Kicsit összeszedem itt a dolgot, aztán... mi jelzik még? Telepítő lemezek is vannak itt. Ezt elvileg láttátok a videóba. Halló! Figyeltek? Tehát van egy pár telepítő lemezem. Mindazonáltal nem a lemezekkel szoktunk telepíteni, hanem pendrive-val, de hát ez most talán nagyon fontos. Ami mindenképpen kellene, hát az úgy kb. Minden. Jó? Amitek van, és fel akarjátok ajánlani, azt ajánljátok föl, és ki fogjuk osztani azoknak a családoknak, akik érte jönnek. Aki nem jön érte, hát annak nem. Annak nem tudom kiosztani. Itt van egy hangkártya is, itt van ez is, az is. Ezt már lehet, hogy mutattam, de nem baj, azért megmutatom még egyszer. Itt van egy egér, ugye látjuk, hogy görgős, golyós, de a másik oldalt nincsen görgője, csak egy gombja van középen, és kommunikációs portot tud. Hát az a nagyon régi gépeknek még a... Na, úgyhogy ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy végighallgattál még, mit tudom én. Ahelyett, hogy az RTL klubot nézted, ezt mondjuk nem értem. Így is már 45 perce beszélek egymagamba egy telefonhoz. Ezért ez valami, nem? Na jó, viszlát. Ja, aksis.